Fontos életeseményhez értek el a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium végzős diákjai. Eljött a szalagavató ideje, mikor diáktársaik feltűzték nekik azt a szalagot, ami sok más mellett a felnőtté válási jelképe is. Kettő végzős osztályunk van, az egyik osztály 9 évet járt a gimnáziumba, egészen 2012-től, most jutottak el 2021-ben az érettségig, illetve odáig még a szalagtűzőig. Ők kisgimisek voltak, illetve a másik osztály pedig a 12B, akik 2016 és 2021 között töltöttek el 5 évet a gimnáziumban. Az iskolai rendezvény szerintem olyan 9 óráig eltart, és utána pedig gyakorlatilag átmegy a rendezvény egy úgynevezett after partyba, ahol a diákok és a meghívott vendégeik DJ közreműködésével szórakozhatnak. Elsősorban a diákok és a szülők kérését próbáltam figyelembe venni. Az egyik osztály teljes egészében kért, illetve a szülői munkaközösség is kért, hogy ezen a, hogy is mondjam, illusztrisabbnak tűnő helyszínen bonyolítsuk le a szalagtűzőt, illetve a másik osztálynak is természetesen kikértem a véleményét, ahol pedig nagy többségben azt szerették volna a tanulók, hogy ezen a helyszínen rendezzük meg a szalagtűzőt. Én pedig hajlottam a többségnek az elképzelésére, és elsősorban ezért helyeztem ide a rendezvényt, illetve én úgy gondolom, hogy itt tényleg jobban elférünk, és a jelenlegi járványhelyzetben ez sem utolsó szempont. A 13. A-osztályba 13 lány és 10 fiú jár, akiknek életükből egy hosszú részt kísért végig osztályfőnökük. 9 év azért megérlelte őket, kicsi koruk óta vannak együtt, úgyhogy most mennek majd el. Ők még nem ballagtak, illetve nemhogy szalagtűzőjük, ballagásuk sem volt, mert a 8-at is nálunk végezték. A szintén végzős 12. B-osztály diákjainak is volt ideje az összeszokásra, egymás és osztályfőnökük kiismerésére. 21 diákunk ballag az idei évben a 12. B-osztályból. Nagyon várták, hiszen az elmúlt pandémiás időszakban egyszerűen nem volt lehetőség arra, hogy együtt legyenek, úgyhogy borzasztóan készültek rá, és hát igazából az elmúlt 5 év lezárása igazából ez a bál. Szokták mondani, hogy ez egy első bálozás is a gyerekeknek, úgyhogy borzasztóan várták. Ezt elmondhatom, hogy szépen összekovácsolódtak. Az elején mindenféle iskolából jöttek, és ugye el kellett, hogy teljen néhány év, de mostanra már teljesen összekovácsolódott, helyes kis társasággá váltak. A végzősök ünnepélyes bevonulása után vette kezdetét a műsor, mely most az ő tiszteletükre zajlott. A 11. évfolyam búcsúbeszédben idézte fel az iskola falain belül együtt töltött szép emlékeket. Győztesek vagytok, mert csodálatos osztályfőnökeitek szárnyai alatt bontogathattátok a sajátjaitokat, és tanulhattátok meg, hogy mit szabad és mit nem. Azonban eddigi életetek talán legfőbb küzdelme csak fél év múlva jön el, amiből teljes szívemből kívánom, hogy szintén győztesen kerültök ki, ami egy jó érettségivel és az első helyen megjelölt helyére felvételt nyert üzenettel végződik. A 13. A-osztályból Tar Dávid tolmácsolta a gondolataikat, melyek felmerültek bennük a gimis évek zárásához közeledve. Egyúttal megköszönte az alsóbb évfolyamosoknak a szervező munkát, mellyel feledhetetlenné tették számukra e fontos napot. Itt van december 4-e, szalagtűző. És mindannyiunkban szépen lassan realizálódik, hogy bizonyos üzeni nem csak úgy általánosságban beszélt ezekről a dolgokról, hanem pontosan a mi szalagtűzőnkről, a mi ballagásunkról és a mi érettségünkről beszélt. A 12. B részéről Fiola Nóra volt az, aki osztálya szavait megosztotta a jelenlévőkkel. A tanórák felejthetetlen emlékeiből idézett fel jó néhányat, és megköszönte a pedagógusok figyelmességét és türelmét. Hamarosan helyünkbe lép a következő évfolyam, akiknek baráti tanácsként azt mondom, igyekezzenek még nálunk is jobban élni a Béri adta lehetőségekkel, és próbálják meg az érettségén is a legjobb pacekot hozni, hogy megérdemelhessék Gabi néni szentelt vizét. A gimis diáktársak a szervezés és hosszas előkészületek mellett egy énekes zenés produkcióval is készültek a végzős társaik számára.
Az intézmény igazgatója azt kívánta a diákoknak beszédében, hogy éljék meg az este pillanatát, ezt a különleges napot, melyre oly sokat készültek. A beszédet követően került sor a már várva várt pillanatra. Az ünnepi ruhákra felkerült a szalag, melyet a végzősök büszkén fognak viselni a gimnáziumi évük végéig. A diáktársak az est főszereplőinek színpadra vonulását követően tűzték fel az elválást is jelképező szalagot. A gimnázium tanárai pedig egy meglepetés műsorral tették emlékezetessé diákjaik számára ezt a fontos estét. Legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek nevetni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni.